az a vélelem rólad, hogy te kíméletlenül őszinte vagy. Ez igaz? Hát nem vagyok nagyon tapintatos. Ezt akartad mondani? Az mit jelent, hogy nem vagy tapintatos? Hát, hogy egy csomó helyzetben nem válogatok, és megmondom azt, amit gondolok, és aztán utóbb ezt van, hogy megbánom. Ez nem nagyon általános, és nem sértek mindenkit halára, tehát nem hiszem, hogy ez lenne rólam az őszbenyomás, vagy legalábbis nekem nem ez a benyomásom magamról. De hogy azt hiszem, hogy inkább megmondom, amit gondolok, mint nem. Haragszol olyankor magadra? Van olyan eset, hogy utólag azt gondolom, hogy talán nem kellett volna. Rögtön tudod, vagy emlékeztet a másik? Há, hol így, van, persze van olyan, hogy... Hát azonnal elmegy, egy erős mondat. Az az igazság különben, hogy amikor én fiatal riporter voltam, akkor nagyjából ez volt a benyomás róla, ami kicsit ügyészesen dolgoztam, ügyész hangnemben, de aztán én nagyon sokat finomodtam, és szerintem így már ilyen élelmedett koromra én már egy kifejezetten bársonyos riporter alkattá változtam, de nem kell. Amúgy ez egyébként nem az érzelmi intelligenciának az ilyen furcsán kalibrálása okozza egy csomó ilyet, mert én például én is csomószor viselkedek úgy, hogy nem veszem észre. Tehát, hogy észreveszed, tudod nagyon jól, amikor odaszólsz, hogy ezzel mennyire mész mélyre valakinél. 30 év után azt reméltem volna, hogy már észreveszem, de gyakran azért kicsusszan. De ez egyébként meg bátorságot is ad, nem? Tehát, hogy valahol meg szerintem az van, hogy ez egy erő is. Amennyire tehát adott esetben egy nyerség, vagy egy odamondás, az tud lenni egy olyan erő is, hogy egy kendőzetlenséggel, tehát, hogy tudsz úgy beszélgetni valakivel, hogy ott a valóságról van szó, ezáltal, hogy nem kerülgeted a kását. Te se kerülgeted, ugye? Nem. De én azért nem, mert én tényleg kicsit hülye vagyok ez a szempontból, mert hogy nem figyelek annyira mások érzéseire. Nem figyelsz mások érzéseire? Hát, vagy valahogy máshogy jön ki egy beszélgetés alatt, nem ennyire gyors a reakcióidőm, és akkor egy csomószor odaszólok valamit, hogy megkérdezem a boltcsajomat, hogy hogyan van az édesapja, és mondja, de hát meghalt 2 éve, és hát persze, hogy tudnom kéne, és egy úristen, ez kiesett az információ, és tudod, ezért nem tudod már megfordítani. Na, attól közben... függ, hogy mennyire volt a csaj, ha akkor még mellette voltál, akkor az nem... Ja nem, igen, de hát nagyjából abban az időintervallumban volt már, amikor... És akkor így, valahogy úristen, most kikapcsolt az agyam, és jó, de hogy gyönyörűen el tudom terelni, azért kamélaunkodni lehet csak, de ez szerintem egy jelen vonás az embernél, hogy van, aki így simán belemond valakinek egy olyat, ami... Például, amire nyilván hiú az ember, azt mondjuk nem mondom. Itt, ami kopaszodsz, azzal nem talállak meg. De mert honnan tudod, hogy én mire ugrom? Ezért mondom, hogy magamból indulok ki. Uh-huh. Tehát nyilván ott az E/1-be van ott az első lépés, hogy így az mi az, ami nekem rosszul esne, és egyébként amúgy meg mivel nagyon sok mindent befogadok, ezért nyilván vice versa, másnak is bedobálgatom. De ez egy tisztes alapállás, abszolút. Szerintem ez nagyon tiszteletre méltó, és egyébként én is igyekszem nem megbántani másokat, tehát tudatosan nem bántok meg senkit, azt hiszem. Az, hogy ti mind a ketten főnökök voltatok, ez a képesség, ez kellett? Nekem ilyen képességem nincs. Voltam főnök, de nem voltam jó főnök. Nem voltál jó főnök? Nem. Alkalmatlan főnök voltam. Mi hiányzott? Vagy túl bántó voltam, vagy túl sokáig nyeltem. Tehát a dinamikája a dolognak rossz volt, és azt hiszem nagyon sokáig igyekeztem a dolgokat harmonizálni, és aztán bizonyos ponton nem biztos, hogy akkor, amikor leginkább kellett volna, akkor felsisteregtem, és ennek nincsen semmilyen haszna. Tehát, hogy következetesnek kell lenni, és keménynek. Én kemény látszatú vagyok általában az életben, és főnökként pedig ilyen nagyon megértő, és közben nagyon-nagyon nyelek, és nagyon nem mondom meg, hogy miért nem mész már a büdös fenébe, és aztán egyszer csak mondom. És az lehet, hogy ott éppen nem is vagyok nagyon igazságos. Nem is voltál népszerű főnökként? Hát ezt nehéz eldönteni. Azt szokta mondani egy barátom, hogy aki végigkísérte a pályámat, tehát én legalább annyira pályatársam is, hogy engem érthetetlen módon mindenhol megsirattak, amikor elmentem. De az jó, pont hát... itt nem, a klubrádióban. Tehát annál nagyobb elismerés nem kell, nem? Igen, és hogy ő ezt nem értette, hogy én mindenkivel pokroc vagyok, és rettenetesen viselkedek, és az vajon akkor miért sírnak mégis utánam, de hát nem voltam pokroc, jó pofa voltam, meg rendben voltam én szerintem nagyjából, de főnöknek speciál rossz voltam, kollégának szerintem jó.
Onnan fakadhat ez, hogy te mester alatt, vagy mestertől tanultál. Aha, azért ő nem igen. volt egy babusgató típus. Tudomásom szerint sose találkoztam. És szó szerint. Tehát, hogy én azt hiszem, hogy stilárisan engem leginkább a mester nevelt, és nyilván erre volt hajlandóságom, tehát, hogy az alap attitűdöm az körülbelül olyan lehetett, amire nagyon rárímelt az, hogy ő megtanította azt, hogy nem finomkodunk, megkérdezzük, logikai sorrendben kérdezzük meg, nincsen álságosság a viselkedésben. Ezek a nem személyes viszonyokra vonatkozó utasítások, mert hiszen ő nem azt mondta, hogy te ilyen ember legyél, vagy olyan, de hogy mint riporter milyen legyél, azt elég alaposan belebeszélte a fejünkbe. És valószínűleg ez nekem nagyon bejött, és babusgatásról tényleg szó se volt, ezt én is így szoktam fogalmazni. Állati jó pofán mondta meg, hogyha rossz volt, amit vittünk riport, de valahogy mindig a porigalázásban mindig benne volt, hogy 25 perc múlva én lehetek az a kis fenomén, akit ő röptet, az ő csodamadara, mert hogy annyira tehetséges vagyok, de amikor rosszat hoztam, hát akkor ízekre szedett, és ez mindenkivel így volt. De dicsérni is tudott. Abszolút. Neked az... született tulajdonság, hogy vezető vagy? Azon gondolkodtam, hogy ugye hányan vagytok a zenekarban? 10. Most 9. 9. De azért voltatok 10 is, nem mintha nagy különbség lenne, de azért 10 embert összetartani egy zenekarban. Sokszor 5 sem egyszerű. Igen. Ahhoz kell valami, nem tudom, karizma, rafinéria, mi kell hozzá? Figyelj, én tökéletesen ugyanezeket mondtam volna. Én is ugyanígy érzem én az én vezetői attitűdömet, hogy ahogy a vezetés az nálam az... Nem, az úgy alakult ki, hogy a pszichológiája körülbelül az, hogy az erősebb kutya bakik a földön, és hogy ebben hogy ki az, aki tudatos, és nekem mindig tudatos koncepcióm van azzal, hogy mit szeretnék csinálni, és akkor így állt össze a horda. Te mindig tudod, hogy mit akarsz? Igen, tudom. De hogy egyáltalán nem tartom fontosnak, hogy ezt meg is tegyem, csak elindulok egy irány felé, hogy alkotni szeretek, csinálni valamit, de nem, nincsen ilyen bizonyítási vágyom, meg megmutatási kényszerem, ezért egy kicsit könnyedébben veszem a nehéz helyzeteket, és gyakorlatilag ezért lett az én szerepem az, hogy én legyek a zenekarvezető, mert hogy az volt, hogy azt látták, hogy legalábbis mindig kicsit mind a minyonok, tudod, hogy egy csordaszerűen mindig követnek egy gonosztevőt, és akkor ők látják, hogy így én bennem elhivatottság van egy irányba, és az így megy, de hogy ez pont egyébként nagyon sok olyan helyzetet szül, hogy évek során rájönni arra, hogy így nem várhatsz el mástól olyat, mint magadtól. Például, hogy az idejét, a magánéletét ugyanúgy beáldozza, mint te, és hogy a vezetői szerepnek, így, tehát így általában inkább pejoratív értelemben szokott nálam ez előjönni. Ez mindig akkor kerül elő, amikor valamit meg kell mondani valakinek, hogy nem folytatjuk vele a munkát, akkor na most te vagy a vezető, és tudod, de csak ilyenkor. Te azt könnyen megmondod. Hát, nem, mert igazából, tehát azért nyilván nekem is vannak érzelmeim, de az tény, hogy hányat nem alszol előtte? Ha tudod, hogy szerdán kell biztos, megmondani. Biztos, hogy alszok előtte. Jól alszol előtte. Persze. Hát akkor azért annyira nem veszed azt. Szerintem csak szimplán arról van szó, hogy a vezetés, meg a konzekvenciája, az nagyon-nagyon előre gondolkodónak kell lenni, akármit csinálsz. Tehát mindig nagyon-nagyon előre kell gyökeret verni annak, hogy így körülbelül merre halad, és én meg azért egy ilyen álmodozó fajta vagyok, és tapintatlan sokszor. És ezért, de nem tudom, szóval a környezetem ezt azért így érzi, meg így úgy rezeg velem, hogy ezt tudják nagyon jól, hogy így bármikor egy éles kis belevágottat a bordájába indokolatlanul, mert valamiért mondok valamit, vagy viccesnek találom, és ezeket ki kell engedni, ilyen pécsi humor. Pécsi vagyok, igen. Speciális a pécsi humor? Igen, megkeresik. Mediterrán. Igen, jó kis, azt hiszem, hogy az alapja, hogy megkeressük a gyenge pontját valakinek, és utána azzal petárdázzuk egy lövészárokból egész este. Mennyire nem bírom az ilyet. De egyébként át lehet venni, mert igazából ez ilyen kontraproduktív, nem is tudom, szóval úgy működik, hogy így, hogy valaki ezt csattal, akkor ő is folytatja, és akkor igazából így szét lehet fertőzni vele nagyon jól. Ez egy jó humor. De ugye azt jól sejtem, hogy mind a ketten nagyjából egészében tudjátok, hogy mit akartok, és mindig is tudtátok. Tehát nem egy döntésképtelen két embert hívtam most meg. Nem. Magánéletileg akár sokszor igen, de munkailag soha nem döntésképtelen. Magánéletileg igen? Igen, tehát hogy vannak ilyen hezitálós periódusok, azért férhez például elég nehezen mentem, mármint hogy ilyen sokáig vaciláltam két pasas között. Két pasas között vaciláltál? Mm-hmm. És mi döntött? Amely ránk tartozik, annyira De hát akkor nem panaszkodhatsz. Az egyikkel ki lett tűzve a házasság napja, a másiknak meg kellett mondani, hogy lelépek. És ilyet könnyen mondasz meg?
Ne, hát ezt nem gyakoroltam sokszor, ez egyszer volt életemben, tudod, és azóta is azzal élek, aki az akkor hozzámentem, úgyhogy ez csak egyszer volt. De azt jól tudom, hogy egy jó barátodnak, mikor bemutattad, akkor ő azt mondta, most a férjedet, akkor ő azt mondta, hogy azonnal menj hozzá a feleségedet. Igen, ez így van, és a Szikinger volt az alkotmányjogász, most már ügyvéd. De ez döntött? Tehát, hogy azt mondta, hogy ő... nem állítom, hogy ez volt az egyetlen érv, ami miatt hozzámentem az a pasashoz, akivel 40-valahány éve élek, tehát volt más, ami mellette szólt ezen kívül is. De az például nagyon érdekes, hogy ti nem voltatok még úgy, hogy egyszer csak valaki mond egy tételmondatot, arról nem tudjuk, hogy tételmondat, de azzá válik az életünkben. Tehát kimond valamit, ami jól jön abban a pillanatban. Aha. És ez például egy ilyen mondat volt, hogy már mit szórakozok, miért nem megyek hozzá, soha nem találok még egyet, akinek fontos lesz, hogy én hány cukorral iszom a kávét, aha, és ahhoz tartja magát. Lemediálta a helyzetet akkor ezek szerint. Igen. De egyébként Woody Allen pont ilyen. Woody Allen párbeszédek a filmekben, ott szoktak, tehát ott találkozok a legtöbbször azokkal az életigazságokkal, amikor tényleg valamilyen örökérvényű dolog lenne kimondva, de hogy eddig még nem is volt megfogalmazva egy csomagba, és valahogy egy ilyen párbeszédbe hangzik. Ebben zseni. Érdekes egyébként, hogy ti ennyire buktak Woody Allenre, aki az én hősöm. Hát mi azért, bármelyik kötök a gyerekem lehetne sajnos szimplán. Mert hogy az én időmben, az én társaságomban Woody Allen nagyon volt valaki, és azt gondolom, hogy a fiamnak már olyan nagyon nem. Nem örök mondom, hogy nem szereti. Szerintem örökérvényű Woody Allen. Hát én szívesen hallom ezt. Csak hogy az az én hősöm, nem a tiétek. De használjátok egészséget. Köszönöm szépen. Én kis, de nem ez volt a szempont, hogy Woody Allen rajongókat hozzunk össze. De szerintetek hogy van? Ez engem mindig érdekel. Ez egy születési adottság, hogy az ember szinte a kezdet-kezdetétől tudja azt, hogy mit akar, vagy egész egyszerűen a sikeresség teszi őt magabiztossá. Vagy van ilyen szerintetek, hogy a magabiztosság nem, tesz sikeressé? Nem, a magabiztosság tesz sikeressé, nem a sikeresség magabiztosság. Abszolút. Nyilván egyébként biztos hat, hát sokat mondják az embernek, hogy fantasztikus, és az élet ehhez hozza meg az ilyen segédanyagokat, akkor biztos attól is magabiztosabbá válik. Nagyon nagy művész mondta egyszer, szerintem valami hangszeres szólista, és nem jut eszembe egy kicsoda, bocsánat, hogy 3 óra gyakorlás, hogy pokolva a tehetséggel, nem a tehetség a fontos, hanem hogy beleteszel-e 3 órát minden nap. És akkor elkezdtem azon gondolkozni, hogy ha én nem készülök 3 órát valakire, akivel leülök beszélgetni, akkor én rosszul érzem magam. És pont a múltkor mondta a Friderikusz, hogy vigyázzak, mert már túl lezser vagyok, túl lazán beszélek, és hogy ez ilyen erőszakoltan fiatalos, úgyhogy most igyekszem vigyázni. Hogy ne ne jöjj, vigyázz, ne, itt ne békjózzon sem. Ne. Tehát, hogy megpróbálok méltó módon fogalmazni, hogy ez nagyon... nagyon jó végeredmények jönnek ki abból, hogyha az ember szép rendesen odaadja magát a tárgynak. És aztán lehet abból rossz végeredmény, de az nem, akkor én már nem tűntem közben hülyének, nem tudok tűnni. És azért az egy önfelmentő dolog. Férjedet azért interjúgattad le próbából, amikor a nagyobb interjú előtt voltál. Képzeld bele magadat valaki helyzetébe? Csak az, hogy 40 év alatt azért egyszer-kétszer csak fölterül, ott is vannak kontrakérdések, nem? De, hogy is nem. A férjem egyébként rendszeresen azt fogcsikorogva válaszolja nekem, amikor én megpróbálom kiszedni belőle, hogy beszélt valakivel telefonon, aki engem is érdekel, és akkor fölteszek 4 kérdést, hogy és arról volt-e szó, ugye? És akkor örjünkve azt mondja, hogy nem riporter vagyok, mert ő annyit kérdez, amennyi őt érdekli, és utána lezár egy beszélgetést. Ő sebész. És nagyon neves sebész. Szerintem nagyszerű orvos, ugye, hogy van, és tud beszélni orvos lós dolgokról magyarul. Máté, én azt jól gondolom, hogy a te határozottságod, felnőttséged, döntésképességed egyik mozgatórugója az is lehet, hogy nagyon hirtelen vesztettél el nagyon sok családtagodat. Azt gondolom, hogy akkor az ember fölnő. Igen, ha igen, akar, igen. Ha nem. Igen, azt szoktam mondani, hogy hogy valahogy úgy néz ki, hogy hogy az önállósulás az igazából, hogyha van aki szoros szülői kötelékeid, akkor igazából a klasszikus önállósulás az akkor történik meg, amikor magadra kell főznöd, mosnod, takarítanod, megzárnod az ajtót, ami az egy kulcs van, tehát amikor egyedül maradsz, és megszűnnek ezek a segítségek minden oldalról. Sok segítség volt korábban?
Hát nem is tudom, talán inkább csak ilyen visszaigazolásokban való bizonyosságoknak a megerősítése, amik fontos szempontok voltak, meg valahogy mindig azt gondoltam, amíg a szüleim voltak, hogy apám például bejött, amikor érettségiztem a szóbelire, és kint beszélgetett a tanárokat, tehát szupportot mindenhol, én meg semmivel nem foglalkoztam, csak hogy a beszélőkémet járattam, és ezzel így működtem mindig, és ezért egy csomó mindent így nem csináltam meg, mert úgyis megcsinálják helyettem. És amikor így hirtelen csőstül a nyakamba szakadt ez, hogy akkor most viszont valamit tényleg kell csinálni, mert nem lehet itt hazudozni, hogy nem dolgozok soha, akkor jött ki az első videoklipünk, és amikor édesanyám meghalt rá nagyon rövid idővel, akkor pedig az MR2-n volt ez az akusztik műsorunk, és akkor már úgy gyakoroltunk, hogy így többiek azt hitték, hogy így lemondom, de mondtam, hogy nem mondjuk, hát most akkor csináljuk már, és akkor így ráraktam magam egy ilyen meló vonatra, hogy így helyre állítsam azokat az értékeket, amik már magamban nem találok meg, hogy így valamit mégiscsak kezdjek az életemben. Tehát így biztos, hogy fontos volt az, hogy nem tudtam már hátra nézni, hogy mi van mögöttem. De hát ez ugye, ez olyan puttonycipelés, egy csomó esetben így van, nem csak ebbe a, nem csak érzelmi kategóriákban, tehát nagyon sokszor van az embernél ilyen, nem, hogy így nem néz hátra. Például most nem tudom, a másik faszi, azzal például mi van, aki végig ezen gondolkoztam, hogy bocsánat, amikor beszéltél, hogy vajon azt úgy oldottad meg, hogy így lehasítottad, lehántottad azt a kérdést, és akkor így nem néztél rá vissza, vagy pedig mindig dillelsz a gondolattal, hogy mi lett volna, hogyha B tudod, vagy nem tudom. Most nemrég olvastam Szabó Magdának a naplóját, és ugye legendás szerelem volt Szobotkával, nem tudom hány évig éltek együtt, és 5-10 oldalanként folyamatosan ott van a gondolat, megkérték a kezét korábban, hogy vajon mi lehet azzal a bizonyos emberrel? Noha a teljes harmónia árad minden egyes sorából. Aha, bezzeg a Hufnager Pistához mentem. Igen. Ez tök jó. Majd elmondom kint, jó? Te hány éves voltál, mikor elvesztetted a szüleid? Nem tudom. Hogy nem tudod? Azért, mert semmit. Valójában nevek, évszámok és információk azok így ilyen a gúnyám alatti cserélődnek a karakterek. Most, amivel beérkeztem a rádióba, az most pillanatnyilag 2021 van, ugye? Így van. Mikor volt az MR2 buszik, akkor az, hogy segítene? Te figyelj, az MR2, én akkor voltam ott a kuratórium elnöket, hogy meg tudom neked mondani, hogy 2000, a Suh volt az elnöke a rádiónak, akkor volt az MR2, és 2010-ben vége volt az egésznek, és előtt, tehát olyan 2007-8. 7-8 fele, egymás követő éven haltak meg a szüleim, szóval körülbelül akkor, meg a nagybabám is. Azért ez borzasztó volt, mi? Aha. Főleg azért, mert én azt gondolom, hogy egy kicsit az a típusú kései kamasz voltam, aki soha nem öregszik, meg mindig fiatal marad, de hogy belül rohadt fiatal, de kívül öregszik, de mégis még mindig a szülő, az apámmal éltem, és hogy ez valahogy ez így megvolt, mindig ott volt az apanás az asztalon, lementem sörözni. Ők elváltak? Elváltak. Ja, az utolsó pár évükben mindketten találtak maguknak megfelelő pár, de sajnos, és egymás követően meghaltak. De ez egyébként az a furcsa, hogy ami mondjuk nagyon szép, hogy a nagymamáméknál volt, hogy nagyon rövid időn belül, azt hiszem, 1-2 hónap különbséggel mentek el a nagypapával, a nagymama, úgyhogy így egymást ápolták már 10 éve. És hogy ez egy valahogy így, tehát létezik az a dolog is, amikor itt tényleg az van, hogy föladja, vége, a hardvered elromlott, vége, újjá kell születned, de hogy ennek a szépséget, hogy megvárja az egyik a másikat. És szerintem ők megvárták egymást ők, a szüleim? Igen, ők a szüleim pedig nem tudtak valamit rendezni, amit meg már nagyon későn akartak, és akkor, vagy tehát később meg már ugye, tehát úgy végigcipelni egy teret, én ezt máig így látom egyébként, hogy így nagyon sokszor vannak az ilyen kapcsolatokban olyan megalkovások, amiknek így ami hosszú távon semmiképp nem éri meg. Tehát az, hogy így valamivel nem működsz jól, nem rezegsz jól, de van egy tényező, hogy mit tudom, van X gyereked, és akkor nem tudom azt organizálni a családot, azzal foglalkozni, mindeközben az, hogy állandóan tüskét hordani magadba. Tehát hogy inkább szerintem, amikor az ember valakivel nem működik jól, akkor azt így minél elő meg kell lépnie, mert hogy egyszer érünk. Ugye azért iratkozzunk a reinkarnációs napot, tehát hogy ez életben nem fér bele az, hogy végig egy problémán pörögni, ami nem is a tied, ráadásul nem valakivel valami közösed. Ezt magadnak csináltad, vagy a terápiába tanultad? Nem, én úgy gondolom, hogy ez így egészséges. Teljesen egészséges, tehát csak hogy ámulva hallgatom. Igen, ki kell hordani lábon a problémákat. Erre születni kell, ez nem megy mindenkinek. Igen. Aha. Ő főnökebb típus. Igen. Nagyon szikáran fogalmaz erről is, nem? Jól fogalmaz. Jó, remekül. Iriglem tőled, mint riportalany, de még van hova elvinnem egy körre, úgyhogy én is elviszem majd. Pedig 3 órát aludtam. 3 órát aludtam? 3 órát aludtam, és 2 napot voltam fent.
rossz arra gondolni, hogy mi lett volna, hogyha rendesen kialszod magad. Bulisztál? Nem, dolgoztam. Most egy olyan hajtás van. Arról még kérdezhetlek, hogy miben haltak meg a szüleid? Édesapám tüdőrák, anyu meg vastagbélrák. Tehát mind a ketten rákba. Aha, és édesanyámnak a testvére, bocsánat, a nagynéném is szinkronban meghalt, mert egyszerre hamvasztottuk őket, és ő pedig gégerákba. Erre te gondolsz? Hogy ez genetikailag azért ez egy csoma? Hát kell, és úgyhogy volt, azt hiszem, 4-szer lukadt ki a tüdőm az életemben nekem is, ez a PTX, ez a lég mellett kaptalan sokszoros műtötték. 4-szer? Aha, egyszer, hát az elején csak így operálgatják, így beraknak egy csövet, belenyomják a tüdődbe, mint hogyha egy ilyen lőtsebet kapnál, köré raknak, és összevarják, amikor kirántják a csövet. Tehát teljesen ilyen manuális, analóg ilyen operáció, de a végén ki kellett szedni a bordáma, vagy szóval volt baj a tüdőmmel. De én azt gondolom, hogy így, hogyha talán ilyen, hogy a sorsok tényleg léteznek, vagy nem is tudom, hogy elrendelt életpályák vannak, akkor biztos, hogy nem egy ilyen balfasság lenne az, ami kicsinálna az életemet. Tehát, hogy szerinted ezen múlik? Máté, hány éves vagy? Hát 40 lassan. 40 leszek idén. Fiatalabbnak gondoltalak. De igen. Szóval azt akartam mondani, hogy ne dohányozz, ja, mert persze. Megfojtlak. Téged óvatossábbá tesz mindez, mikor ilyenre gondolsz? Tehát, hogy volt lég melled, és ott van az a csomag. Én magamból indulok ki, ez engem biztos, hogy korlátozna, és mindig ott lenne a lámpa a fejembe. De látnivalóan téged ez azért nem szabad. Nem, valamiért feszegettem mindig a határaimat, de... De az miért jó? Hogy érezd, hogy élsz. És előtt, anélkül szerintem nem érzed? Van ez a mondás, hogy veszélyt tart fiatalon, az nem rossz mondás, de hogy valami olyasmit, hogy így a... Sokszor jó, hogy sokszor jó elmenni a szélére a helyzeteknek, érzelmi amplitudóba is, hogy nagyon lenni, hogy nagyon fönn legyen, ugyanúgy vice versa, de gondolom, ha az, hogy így csomószor van az, hogy így, mit tudom én mondjuk, hogy akkor nagyon megcsípősözöm azt az ételt, hogy így szakadjon le a fejem, és akkor úgy érzem, hogy na ez a fájdalom, ez az élet. De neked Fecser Mátéhoz kell mindez, vagy az alkotóhoz kell? Szerintem nincs nálam így külön fogalmazva. Ez a csávó, aki én vagyok belülről, aki néz ki a kamerából, ez. De az alkotás az kell? Alkotás az igen. Az alkotás az igen. De az is egy ilyen addikció, vagy az is egy olyan szenvedés szerintem, hogy az ember csak úgy azért csinálja, mert egyszerűen hogy kényszeresen valamire nagyon tud fókuszálni, és egy idő után meg elfogadja a világ, és szereti, de hogy az sem egy ilyen nagyon tudatos dolog, hogy most alkotnod kell. Na, erről majd még beszélünk, de az azt jelenti a te esetedben, hogy azért volt időszak, vagy jelen idejű is ez, hogy két végéről égeted a gyertyát? Sokszor? Hát ez inkább ilyen kamasz csajonként csajos időszakban volt ez, hogy akkor hétvégén égettem a gyertyát. Hétvégén? Meg hétvégén is. Fizikai is, vagy időben is, de hogy... Mondj most... egy példát, csak olyat, amiről el tudjunk képzelni, hogy az a te esetedben mit jelentett. Nem tudom, hogy elévültek ezek már. Úgy... Biztos, hát... Hát de nem, mert tényleg volt ilyen, hogy mit tudom én mondjuk, volt egy barátnőm, és akkor a szomszédban lakott a szerető, a kettővel meg arrébb az ő barátnője, és akkor valahogy ezeket így úgy adotta meg ezeket a hármasokat, hogy valahogy itt senki nem tudott soha semmiről. Csak én. És akkor például ez egy skizofrén életforma, de hogy abban például tökéletesen tudtam lenni, és én azt például akkor levezettem, hogy amikor a kisgyerek voltam, amikor a kitelt a becsületem otthon, mindig elküldtek a nagyanyámhoz, és akkor a nagyanyámnál meg volt egy másik platform, ugye, ott nála egy ilyen tiszta lappal érkező gyerek voltam, akinek a sérelmeit egyébként szépen be is mondhatja, hogy batják a szüleink, és azért így mindig volt egy ilyen kettős életem, és ezt elég könnyen is tudtam működtetni, ezt a kaméleonságot, hogy így mindig tudtam valahogy úgy lenni, hogy így van egy azonosságom, de ez inkább akkor, egyébként pont egy riporter esetében ezeknek sok fontos szerepe van, hogyha még elmész kocsmázni, és így feltérképezett, hogy akivel beszélgetsz, az tudod nagyjából jó, hogy ő körülbelül mit tudhat a világról, körülbelül merre kalibrálja a figyelmét, tudod nagyon jó, mik azok a szavak, amikkel így működsz vele, és egyáltalán nem érzed közben azt, hogy itt sivárabb lenne a világ, hogy vele vagy, egyszerűen csak átveszed azt az attitűdöt, ami vele kapcsolatban a perspektíva lehet. És így szerintem egyébként ez a ti szakmátokra a legjobb. Meg a tiédre is ez. Én idővel szerintem... elkezdtem, mostanában az van, hogy inkább ki akarok belőle lépni, mert azt vettem észre, hogy viszont dolgokat nem tudok megmondani, például nem tudok elküldeni valakit. És akkor így az, hogy mellettem valaki ezt így végigjátszott a nulla másodperc alatt, hogy bementem egy kocsmába, és ott mindig van legalább 5 olyan fiatal, aki oda is rám zúdítja az idejét, hogy meghalt az ezer, nem tudom mi, nem tudom, nincs pénze, nem tudom mi, és akkor ezeket így mindig így végigveszem a forgatókönyveiket, és mindig azzal, hogy ott ülök reggel 5-től, és bólogatok,
És így mellettem egy barátom azt mondja, hogy ne haragudj, nincs rád idő. És így mondta, hogy jó, elfordult, és már valaki más kérdezett meg, és mondom, ez az egész ezzel múlik. Tehát azon, hogy egyszerűen ezen a lépésen, de amíg átveszed mindig azt a, átveszed azt a csomagot, amit így megpróbál rátestálni egy ilyen energiavámpír, abból ugye az lesz, hogy így addig, amíg mindig azonosulsz a problémájával, addig nem tudsz tőle távol lenni. Tehát ezt hívják úgy, hogy jó ember, hogy normális, jó ember. Köszönöm szépen. Van szíve. Így van. És főnökként pedig nem így jársz el, amikor pedig 60 előjön és célirányosan kell eljárni. Igen. Tehát akiket kevésbé ismerek, azokkal sokkal kedvesebb vagyok. Ez is messzire vezet, de ezt meghagyjuk a terápiával, hogy mi lehet azok. Ezzel mindenki így van egyébként. Igen, szerintem is. Te veszélyesen értél, amikor úgy kellett riportokat készíteni, hogy annak időnként még ma is van tétje, de szerintem akkor, 30 évvel ezelőtt, akkor tényleg volt tétje. Ó, nem, az hihetetlen, hogy egy, vagy az ember gyagya hozzá, ez a másik lehetőség, hogy nem éltem meg, hogy én veszélyesen élek, de szerintem nem is éltem veszélyesen. Ez az antivilág, amelyikben én fölnőttem és szakmát tanultam, ez egyrészt nagyon, nagyon körbehatárolt tánctér volt, mert ott a küröket úgy futottuk, hogy nagyon adottak voltak a lehetőségek, és már azt győzelemnek fogtuk föl, hogyha valakiből kierőszakoltunk egy interjút, és akkor nagyon vágyfülűek voltak a minket hallgatók, tudod, a sorok közt olvastunk, és kihallottuk a finom rezdüléseket, a finom hangsúlyokat, és az a kérdés, figyelted, hogy hogy kérdezte? Tehát, hogy az volt a győzelem, hogyha elhangzott egy kérdés, és nagyon ritka volt eleinte az a helyzet, hogy ott olyan éles dumák hangzottak volna el, vagy annyira rábukkantunk volna bizonyos ügyekben az igazságra, hogy ezzel bármilyen kockázatot viseltünk volna. Volt olyan, amikor te nagyon vására vitted a bőröt? Tehát, hogy mai eszeddel azt mondod, hogy na, abból azért lehetett volna nagyobb bajom is. Figyelj ide, igazából egyszer, nem tudom, nem tudom, mert amikor például megkérdeztem a belügyminisztert, az utolsó szocialista belügyminisztert, aki most is él tudtommal, és éljen is sokáig, hogy lemond-e, mert akkor volt egy Dunagét című ügy, hogy a mindegy, azokat a fiatal politikusokat, az a rendszerváltásnak a szülési fájdalmai közepette volt, de már voltak pártok, és már volt ellenzék, és az ellenzéket megfigyelték. De már annyira fejlett demokráciában éltünk, a szocializmusban, hogy ezt már szégyelték, hogy megfigyelték. És akkor ez valahogy lelepleződött mindegy, és én a belügyminisztert elcsíptem. Nem merték azt mondani, akkor éppen televíziós voltam, tévé, a Hét című műsorának voltam a szerkesztőség vezetője, és ez egy vasárnapi nap volt. Kirontottam a kamerával, megkérdeztem a belügyminisztert, hogy lemond-e. Na most ezt a kérdést odáig nekem sem volt módom föltenni senkinek, pedig hát én nagyon sok ilyen fontos emberrel készíthettem már addigra interjút, és annyira megsajnáltam szegény belügyminisztert, mert az neki állt izzadni rettenetesen. És akkor én leállítottam a kamerát, és megtörülközött, és nem, de tudtam, hogy az írtózatosan jól néz ki, de azt akartam, hogy nem akarom, hogy lássa majd magát, amikor vissza fogják játszani 43-szor. Nem tudtam megoldani. Nagyon, nagyon jó szívű nő voltam. Szakmailag helyes döntés szerinted az jutott eszembe. Tehát, hogyha megizzasztok egy interjú alanyt, akkor én kerek az ő védelmére? Hogy igen. Ne érezze magát rosszul? Az nekem emberileg így. Hosszú távon fenntartatosságban szerintem ez egy nagyon fontos aspektus, hogy így nem csinálja ki a kérdezettet, igen, hanem így azzal foglalkozik, hogy ő személyesen elhívtál valahova, hol nem jössz vissza ezzel a szituál. Ez nálam igaz, aki soha nem arra megyek, hogy valakit kellemetlen helyzetbe hozzak. De nem is készítek közéleti interjúkat. Szerintem politikusokkal, aztán nem tudom, hogy Kati, hogy gondolja ezt, politikusokkal máshogy kell elbánni, mint a nem politikusokkal. Ugye úgyse válaszolnak, nem? Az az igazság egyébként, hogy akkor a rettenetben annyira meg voltak szeppenve, annyira ritka, az egy nagyon ritka, érdekes periódus volt egyszer, hogyha egyszer talán majd írok erről, mert hogy teljesen más volt a politikusok attitűdje azon a vékony mesdjén, ami még az előző, már leketyegett a szavatossága az előző rendszernek, és ez benne volt a fejükbe, de még nem indult el, még nem szökött szárba az új, és hogy
akkor az újságírót, képzeljétek el, emberszámba vették. Előtt is emberszámba vették egyébként, letiltották, de féltek tőle. És akkor volt egy olyan kiegyenlített periódus, hogy nem voltak talpig betojva az újságírótól, de azért tartottak tőle, de azért emberszámba vették. De ez a helyzet egyébként, hogy egy miniszter lebukik azon, hogy az általa irányított szervezet megengedhetetlen módon működik, és hogy ettől annyira rosszul érzi magát, hogy dől róla a víz, azért ez egy egyedülálló pillanat nagyon, volt, nagyon. Nem? Ugye te hallgatjátok, mint a mesébe. Ma is leállítanád a kamerát? Mindenkire ráállítanám ma is a kamerát. Ja, hogy leállítanám le? Az én alapattitűdöm az. És az a helyzet, hogy a mikrofont is eldobnám, ha valaki vérzik, és megpróbálnám elzárni a csapot benne, hogy ne vérezzem, vagy nem tudom. Tehát, hogy én ebből a szempontból nem vagyok teljesen üzemszerűen működő, és egyébként szerintem ez jó. Tehát, hogy én azokat tartom valamire, akik nem boncolják teljesen föl az illetőt, és nem pakolják ki a beleit. Ugyanis, amit mi csinálunk, az show műsor. Belpolitikai riporterként is, kadarkai is, világtalálkozóként is, és rangos szájfényként is, hogy mondjak egy saját műsorcímet az ősidőkből. Tehát, hogy ez a komoly dolgokat, az ilyen vérigható elemzéseket, azokat leülnek és megírják, akik meg tudják írni, és lehet, hogy a világ azáltal majd megváltozik. Ezek által nem változik meg. Dokumentálunk dolgokat, és becsületesen kell azt csinálni, de nem kell feláldozni szerintem senkit. Szerintem se kell egyébként. A politikusok nálam egy picit más megítélés alá esnek, de értem, és egyetértek. Ez egy mechanikus ítélet. Mondom, a feleségem cégével a magárepülőgép, és akkor uram, tegnap mondta, hogy nem ment el, ugye lenyilatkozta lapnak, tehát mindent elmondtam, a feleségem cégével, de ezek a válaszok így érnek akkor, amikor találkozol egy helyzettel, hogy elmozog az egyik. És a kérdésre, hogy érdemel-e kegyelmet, az ilyen a válasz az, hogy nem. Igen, igen. De hát az más kérdés, hogy akarod-e te beleakasztani a szabjádat, és végighasítani a szügytől, nem tudom, bokáig. Mert most én már nem akarom. Ha hülyére vesznek, az most már engem olyan mértékben megvisel, hogy nem teszem ki ennek magam. Milyen értelemben visel meg téged? Hát olyan értelemben, hogy lehet, hogy szívesen veszteném el a kontrollt, de nem vesztem el a kontrollt, mert az ős tapasztalatok azok engem beidomítottak. Tehát én már uralkodom magamon, és közben azért nem érzem jól magam. Úgyhogy... Szerintem egyébként a szenvedély, a szakmai szenvedély, a kíváncsiság az lohad az emberben? Az lankad? Hát nem, ha van mire kíváncsinak lenni, az nem lankad, a türelem lankad, tehát hogyha össze-vissza hámozzák a lufikat, azt már sokkal rosszabbul bírom, mint 20 éve. Uh-huh. Látszik rajtad? Szerintem sajnos valószínűleg igen. Alany is látja, szerinted? Hát, hadd lássa. Sok közös pont van akkor ezek szerint, sok mindenben. Hát ha látod együtt, mint sebész nem vagyok. Hát, és egy kicsit fiatal vagy hozzám, tehát második férnek azért persze jó dolog a második férnek fiatalabbat választani sok szempontból, azt mondják, de ez a 40 évkor különbség sok. Igen, mert a fiatal még dolgozik. Például. Általában tovább. Na most nem erre gondoltam, de például ez is mennyire jó. Te egyébként nős vagy? Keveset nem tudni a magánéletedről. Igen. Nem vagyok házas. Van egy csodálatos csajom. Most már jó ide, és tőle van most egy kislányom, aki már 2 éves múlt. És van egy nagyfiad. És van egy nagyfiam, igen. Ő pedig lassan, 2002-es, lassan 20 lesz. Lassan éve. 20 éves. 20 éves gyereked van? Úristen. Vel tartod a kapcsolatot? Nem. Ő neki az édesanyja elvitte, amikor 6 éves volt, és nagyon sokáig volt egy ilyen gyerekeljezési perünk, és utána azóta nem adta meg a láthatást, úgyhogy e-mailezünk körülbelül 10 éve. A gyerekkel vagy a mamával? Hát a mama, a gyereknek írok, de a mama fordítja le neki, mert nem beszél többet hozzám magyarul, csak olaszul. És egyébként akkor még gondolkoztam rajta, hogy elmegyek egy ilyen brain turbóra, és hallottatok már erről? Nem. Nagyon botrányos a nyelvérzékem, vagy a nyelv fogékonyságom, és van egy ilyen módszer, hogy így lefektetnek, rád raknak egy ilyen kis valami monitort, és ilyen félálomba búgatnak egy ilyen rezgés hanggal, és ez a kamu még mindig tartja magát. Igen. Amikor én voltam 20 éves, akkor is. Jó, de valahol a háttérben, akkor ezek szerint mindig elolvászkodik, de hogy én erre appelláltam, hogy akkor majd talán. De nem.
Hogy megtanulsz így olaszul, így és akkor, olaszul, és akkor hasznosra várjuk majd a gyerekkel. Egy elköltöztette Olaszországba a mamája? Igen, igen, és ez egy ilyen nagyon rossz csomag volt, mert ez olyan sok évig tartott bennem ez a háború, hogy így egy idő után megtanultam együtt élni azzal az érzéssel, hogy tárgyilagosan beszélek erről most is. Tehát, hogy nem, kiveszem a én részemet ebből a beszélgetésből. A fiú haragszik rád? Fogalmam sincs, de még csak lehetőséges volt megmondani. Minden évben elhívom őket, hogy jöjjenek haza, próbáljunk meg valamit tenni, de egyre nagyobb a szakadék, az idő is, meg nem tudom, valahogy azt érzem, hogy így már évek óta, így, ha hezitálgatok, hogy mi lehetne, akkor valószínűleg az, hogy egy előbb-utóbb fogja magát, és ő fog megkeresni, ha hiába nem engedi az anyja. De egyébként ő neki a szüleivel veszett össze nagyon, és azért hagyta itt az országot, és az anyja is egy olyan nő volt, aki így mindent levágott, ami a múltja, hogy egy új életet kezdjen, és akkor úgy ítéltem meg én is, amikor elment, mert akkor már nem voltunk együtt, hogy ez nagyon jót fog neki tenni. Mert egy ilyen rossz bélyegek és matricák voltak rajta minden területén, ahogy így a pécsi közbeszéd róla beszélt, és ezért neki fontos volt, hogy valahol olyan helyen verje le a sátrát, ahol így tiszta lappal tud indulni, és ez egy darabig így tökéletesen is működött volna, de valahogy engem elhanyagolt ebbe a kérdésbe. De ő úgy ment el, hogy te azzal a tudattal bocsátottad el, hogy a fiad lehet, hogy nem látod? Nem tudtam, egyszer csak nem volt a gyerek, azért is indult el a per. Mert hogy fölhívott az apám, az volt az első budapesti koncertünk itt a Merlinbe, és akkor mondta apám, hogy eltűnt a Roxy a gyerekkel, és akkor mondom, hát akkor körbejárom a kocsmákat, és megkérdezem a haverjaimat. És akkor körbe kérdeztem, senki nem tudta, és hát akkor nem lehetett, mit tenni, hogy ugye most így, hát akkor még úgy tudtam, hogy oktalanul lelépett. Aztán kiderült, hogy valami csörtéjük volt, de az ő ügyük. Egy a lényeg, hogy végig is rajtam csattant le a legmarkánsabban, mert hogy pont akkor volt a fiam Corbin, akkor volt ő 5 éves, azt hiszem, tehát az a legszuperebb kor, amikor már pont abban vagy, hogy már minden folyik a csatornán köztetek, és így, és van, ott alakul ki egy ilyen igazán mély ilyen kötődés, és akkor ezt így levágni, az így nagyon szar volt. Ez meddig tartott, míg eljutottál oda, hogy tudsz róla tárgyalagosan beszélni? 5-6 év. És az mivel telt? Hát vannak ilyen önszigonyozások, hogy például ilyeneket csináltam, hogy mondjuk beleképzelte magam, mi van most a kis motorra, gurul ki, és üző van domban, és nincs az út végén, nem figyel rá az anyja, vagy részeg, és nem foglalkozik vele. Így ilyen helyzetekbe raktam bele az anyamat. De ez borzasztó, az önhergelés. Abszolút. Mert egyrészt nem működik, másrészt még semmi értelme nincsen. Meg ugye, nem is tudom, talán Eckhart Tolle-nak van az az alapkoncepciója, hogy a félelmet azt valahogy úgy kell működtetned, hogy így mindig rá kell jönned, hogy a mostba vagy. Tehát, hogy mindig, amikor az lesz, hogy mi lesz, ha majd esik az eső, hát ezt most még nem vagy ott. Egy. Meg, hogy így előre félsz valamitől, de nem feltétlenül a tárgyilagossága nem is történik meg. Tehát félek, hogy leütnek az utcán, de nem fognak leütni, viszont a félelmet cipelem. És mondd, attól te félsz, csak közben azon gondolkodtam, mióta erről beszélünk, hogy előáll egy olyan élethelyzet, hogy 22 évesen egyszer csak bekopogtat hozzád. Hogy néz ki az a találkozás? Nagyon-nagyon sokáig ezt így fejem, vagy voltak már előttem ilyen képek, hogy így mi történik. Most egy picit úgy vagyok vele, hogyha megkérdezed ilyen 20 év távolatával, hogy most lehet, hogy zavarba jönnék. Most az első? Hogy most eddig úgy gondoltad, hogy flottul lehozod? Igen, csak már annyit... Olyan sok forgatókönyve volt már ennek a találkozásnak, hogy mi fog történni, meg mit tudom, meg mi az, amit hozzá tudok adni, hogy lássa azt, hogy milyen jó ez az ország, ami még marad belőle számomra jónak, tehát hogy mik azok az értékek, amiket itt képvisel a család, az, hogy mik a fontos dolgok, amiket ő nem látott. Szóval van biztos benne egy csomó ilyen, de most már, hogy így ahogy idősödsz, azért úgy egyre jobban körülményesebb is válsz, gondolom, meg ugye komfortistábbá is, és ugye ebbe beletartozik az is, hogy most már lehet, hogy megvizslatnám több oldalról, hogy most mit kéne, nem tudom, biztos zavarba jönnék, de igényelném ezt a zavartságot. Ki mozognád szerintem? Ki, meg várom is. Várod. Kívánom, hogy legyen így. Köszönöm. Azt nem tudom, hogy akkor mit csinálnál, ha vádlólag lépne fel. És azt kérdezné tőled, hogy miért nem kerestél meg? Na jó kérdés, mert látod egyébként, tehát ugye a felelősséghárítás az tökéletesen menne alapvetően, de hogy itt tényleg elég nagy a magatehetetlenségem, viszont nem hiszem, hogy azért az anyját sároznám, hogy így magamat hozzam ki jól. De az nem jutott eszedbe, hogy egyszer felülsz egy gépre és megkeresed? Na volt már, mentem ki hozzá, de hogy hát figyelj, ilyet ti még nem láttatok. Ezt egyszer volt barátnőmmel úgy volt, hogy megbeszéltük, hogy találkozunk Bolognába, és jött két ismeretlen olasz pali, és mondták, hogy adjuk oda a telefonunkat, kiveszik belőle az akkumulátort,
elvittek egy vasútállomásra, és fölraktak egy vonatra, és Riminiben leszálltunk, ahol vártak a Roxyék. És akkor mondta, hogy nem akarta, hogy megtudja az apja, hogy hol lakik. És erre felbérelt valakit, hogy vegye el a csávójának, vagy férjének, nem tudom, most már kicsoláik, én az is van, normális pajának tűnt, ő neki a barátai. De a lényeg az, hogy így mind egy ilyen filmbe élő jelenet, nem? Hogy azt hittem, hogy az a vége, hogy és a maffia. Ez a Polip című film. De lehet, hogy ez Bologna meg az Olaszországba ragadt rájuk, igen. De hogy szóval ilyen volt a sztori, és akkor láttam, azt hiszem, hogy akkor láttam utoljára, igen, a Korvin. És akkor utána valahogy így, de már akkor nem beszélt magyarul. Pedig hogy előtte perfektül dumált, és ez szerintem egyébként nagyon fontos az agynak. Az, hogy így, hogyha megtalálod azokat az összefüggéseket nyelvek között, áthallásokat gondolatokban, sokkal jobban fog működni, és egy ilyentől én mondjuk, ha ezzel az egyet vádolhatnám az anyját, akkor ilyentől nem szabad megfosztani valakit. Ha már valaki perfektül beszél egy nyelvet, utána nem szól az hozzá magyarul, minek? Lesz ez még egyszer olyan kapcsolat, hogy azt tudod rámondani, hogy haveri viszonyt tudsz kialakítani? Nagyon szeretném. Rajtad nem fog múlni. Biztos, hogy nem. Hát kívánom, hogy így legyen. Tényleg, és köszönöm, hogy elmondtad, erről nem nagyon szoktál beszélni, tudomásom szerint. Nagyon szívesen, én köszönöm, hogy megkérdeztem. Kati, te azt mondtad egyszer egy interjúban, hogy amikor a te fiadnak a 22 és 39 közötti lábmérete, a különbözőség létrejött, azt nem biztos, hogy végig tudtad követni. Mert hogy te dolgoztál. Mert tudod, én erősen figyeltem arra, hogy mondjak valami olyat, ami megjegyezhető. Ez körülbelül... Sikerült. Ez a történet, az interjú is több mint 20 éves, a gyerekem 43, tehát amikor a lába 29-es volt, ebből következett. Jó régen volt. Elég régen volt. És hogy egyébként ez egy önmarcangoló mondat természetesen, és arról szólt, hogy az én szülői közegem, az én saját szüleim, azok olyan tökéletes környezetet csináltak nekünk, hogy a férjem is, meg én is boldogan csinálhattuk a munkánkat, mert valószínűleg ez egy azért is szerencsés találkozás volt a miénk, mert hogy mind a ketten nagyon, nagyon szerettük a dolgunkat, és ez nem azt jelenti, hogy egymást nem szerettük, vagy otthon lenni nem szerettünk, de hogy én például emlékszem arra, hogy amikor a román forradalom volt, és az én gyerekem akkor kicsike volt még, akkor a karácsonyt én kélyesen töltöttem benne a Magyar Televízió stúdiójában a karácsony estét, mert hogy ott akkor még a Csaușescu-ékat nem állították falhoz, de hogy ment a forradalom, és hogy a stúdió körül, nem én voltam adásban, nem én vezettem azt a műsort, hanem Acél Endre, aki az én főnököm volt a televízióban, és egy fantasztikus ember volt, nem régen halt meg. Tehát, hogy nekem volt olyan karácsony estém, amikor nem volt kérdés, hogy én hazamentem egy pillanatra, körbecsókoltam őket, és az, hogy volt ott vacsora, az nem rajtam múlt, mert hogy arról a szüleim gondoskodtak, meg az összes hangulatról is. A férjem otthon volt a gyerekkel, tehát hogy nem volt szegény kivert kutya, de hogy sok ilyen volt az életem. De amikor azt mondod, hogy nem volt kérdés, mert nem lehettél máshol, mint a munkahelyeden, vagy nem volt kérdés számodra, hogy te neked ott kell lenned? Mind a kettő igaz. Számomra sem volt kérdés, hogy ott kell lennem, de egyébként pedig szükség volt rám, nem voltunk olyan nagyon sokan. Tehát, hogy elegen voltunk egy műsorhoz, ha elmentem volna otthon karácsonyolni, akkor hiányoztam volna. És ha nem hiányoztál volna, akkor is ugyanúgy ott lettél volna az valószínűleg eltérőben. Igen, azt kell becsületesen mondanom, hogy ezerszer jobban érdekel, tudtam, hogy lesz még karácsony. Volt még karácsony, forradalom meg nem lesz jövő héten. És mikor jutnak eszedbe ilyen önmarcangoló gondolatok? Te fogalmaztál így. Ezeket az önszívtépéseket akkor szoktam előadni, amikor a saját fiamról kiderül, hogy észrevette, hogy nem voltam otthon, mert azt hittem, hogy nem veszi észre. És ez mostanában volt, amikor már nagyon felnőtt volt, és elvált, és neki is voltak a saját fiával kapcsolatban nyilván lelkiismeret furdalásai, mert mindenki azt szeretné, hogyha a gyereke ilyen töretlen harmóniában nőjön föl. De szerencsére egyébként aztán összehozták a töretlen harmóniát, a volt menyem is, meg az én fiam is, tehát hogy az a feltételezésem, hogy az unokám ezt nagyon jól megúszta, a jelek arra mutatnak minden esetre. De hogy akkor volt okom elgondolkodni, mert akkor a fiam is rosszul érezte magát emiatt, ezért ezeket felemlegette, és akkor ezt a mókás mondatomat, amit én valójában tényleg csak egy helyzet illusztrálására
mondtam akkor egy újságírónak 150 évvel ezelőtt. A gyerekem, akinek a szeme elé került ez az interjú, ezt az orrommal ádörgölte, hogy neki úgy dőlt meg a lába, nem tudom én, 22-esről. 29-es egyén közben nem voltam otthon. Sőt, az egész gerince azért áll így azóta is. Egyébként jóba vagytok? Tehát vagytok annyira jóba? Jóba vagyunk, és a gerince tip-top. A gyerekem egyébként az, hogy ti a világon vagytok, azt a gyerekemtől tudom, nem most, hanem annak idején, nem tudom én, 8 évvel ezelőtt, akkor mondta, hogy itt a Nápolyi Masszív című együttes hülyeskedésből, mert ugye az a kutya az nekünk imponál, az a kutyatípus, mert állati nagy, akkor a feje van, mint egy mozdony. Mondjuk el, szerintem Bazsó Gáborról beszélünk, hogy a Total Car-ból ismerhetnek nagyon sokan. A fiam híresebb, mint én nem is tudtam, hogy ő az. Képzelt. Igen. Kettő. Van ő, meg volt Winkler Robert. Winkler. Ő a kicsi. Aki nem is Winkler egyébként. Hanem Kulcsár Szabolcs az igazi neve. Szerintem minden idők leghasznosabb ilyen autós magyar blogja ez a Total Car. Tehát ez tényleg nagyon... Óriási kultusza volt, emlékszem. Meg úgy írnak a kocsiról, mint hogyha tényleg egy... Úgy tudnak írni ezekről az autós sztorikról, mint hogyha tényleg egy élő lény lenne. Tehát így valahogy így azt érzem, hogy így tele van nagyon jó retorikai képességgel a író stáb. Hát két tehetséges ember csinálta, és nem akarom a szívedet fájlítani, de eszembe jutott, amikor azt mondtad, hogy önmarcangolásként ez eszedbe jut időnként. Tudomásom szerint Déri János nagyon sokat megkeresett a halála előtt pár héttel, és én sokszor meg szoktam nézni az interjút, amit Fodor Jánosnak adott pár héttel a halála előtt. Én azt akkor néztem meg, és soha többet nem tudnám megnézni. Rettenetesen erős és melbevágó dolgok vannak benne, és amikor Déri megkereste az ő barátait, akkor mindenkinek azt mondta, és az interjúban is elhangzik, hogy ne csináljátok, mert nem érdemes. Mm. Tehát, hogy olyan, mint egy mókusőrs, mondja ő, azon vitatkoznak, hogy akkor mi legyen a jövő heti műsorban, erről beszélgetnek, és nem látom a gyerekemet, mondja Déri János, hogy aztán Bárdos Andráshoz is elment, neki is elmondta ezt, és a riporter, amikor ezzel szembesítette, hogy leálltál-e annak köszönhetően, hogy Déri ezt a testamentumot adta neked, azt mondta Bárdos, hogy nem. Nem fogadta meg. Szerinted miért nem fogadjuk mi ezt meg? Hát mert hajt a vérünk. Tehát, hogy ennek nincs köze semmihez, csak a saját becsvágyunkhoz, meg a saját, hát hogy jó csinálni. Hát ez egy olyan típusú drog, nyilván, mint amit szúrnak, csak ez az illetőt nem pusztítja, hanem csak a környezetet abban az értelemben, hogy lehet ezt nagyon durván elhanyagolni, ezt a családi ízét. Nálam ezt nem lehetett nagyon durván elhanyagolni, mert én érzelmileg jobban támaszkodom az én családtagjaimra, tehát nekem nagyon fontosak, és azért azt szerintem lehet érezni, ez nem csak egy kibúvó, hanem azért az én gyerekem, noha az orrom alá dörgölte, hogy neki azért több igénye lett volna, hogy nekünk legyenek közös programjaink, mert azok ilyen együtt, nem tudom, tehát hogy voltunk egymás mellett, és pofázásban merült ki, tehát én azt gondoltam, hogy az az intenzív együttlét, amikor én beszélgetek a gyerekemmel, és hát lehet, hogy neki, ő szívesen ment volna kirándulni is, de ezt a részét, ezt én leráztam magamról. Na, szóval, hogy visszatérjek a lényegre, hogy azt nem gondolom, hogy érzelmileg bárki is az én környezetemben el lett volna anyagolva. Tehát az én foglalkozásom miatt ilyen típusú hiányérzetük nem volt. És a gondozási részt azt meg én mindig nagyon jól elvégeztettem másokkal, mert a szüleim alkalmasak voltak az érzelmi kiegészítésre, és a mindenki mást meg sajnos hát bérbe tudtam venni munkaerőt, hogy a férjemnek legyen vasalt inge, úgyhogy nem én vasaltam a lakást, nézzen ki rendesen, úgyhogy nem én porcívoztam. Tehát a szüleid voltak inkább az ilyen érzelmi ölelés, te pedig inkább az ilyen mentális frissülés a együttlétben. Körülbelül. Aha. De egyébként azt rosszul gondoltam, hogy a gyereknek nincs arra igénye, hogy kikösse be, hogy neki mindegy, hogy kiköti be a cipőjét, igen, mert igen. Nem mindegy sajnos. Na ezekre jöttem rá utólag, de miután egy gyerekem volt, és mire én ezt megtudtam, addigra már nem voltam fertilis korban, ezért itt ezt a tapasztalatot ezt csak úgy el most meg mondani. Már csak beköti. Addigra nehezen tanulta meg, de csak beköti. Egyébként hogy általában azt kérdezik, ha készítenek veled interjút, hogy milyen anyuka voltál, milyen nagymama vagy. Nekem meg az jutott eszembe, hogy milyen vagy anyósnak. Tehát ön könnyű anyós vagy? Én azt gondolom, hogy én abszolút könnyű anyós vagyok, nem szólok bele semmi. Nem szólsz bele? Nincs is figyelmed, nem? Nem. Nem nagyon vagyok jelen. Aha. Azzal teszem könnyűvé az életét. De azt meg kell tanulni?
Figyelj, ez, amennyire azokat az emberi kapcsolatokat meg kell tanulni, ahol te egymásra vagy valakivel utalva, akkor esetleg azt mondanám, hogy meg kell tanulni, de abban a szerencsés helyzetben vannak az én menyeim, mert most már kettő menyemről beszélhetünk, hogy sosem élt egyik sem nagyon velem. És ahhoz akkor... nem kell együtt élni, hogy valakinek legyenek ötletei, és ha egy biztos ítéletű ja, ember... Én biztos tudnék gonosz lenni valakivel, de egyrészt nem szeretnék, másrészt meg szereti a fiamat, hát akkor hajrá. Ez a legfontosabb. Nem? Hát persze, ez egyértelmű. Ha már Kati azzal a példával élt, hogy ez olyan, mint egy drog, téged hogy nem zabált föl a rock'n'roll? Volt arra neked? Éppen zabál. A legfinomabban elmondom. Nem, nekem van egy mázlim, hogy elég jó a gúnyám, tehát tényleg jó, valahogy így bírom a terheltséget. Nagyon sokszor volt olyan, hogy mit tudom, egy 4 koncert volt egymás után, és hogy a koncertek között bemaradtam stúdióban éjszaka még dolgozni, és akkor így a buszindulást, amikor beültem a buszba, akkor aludtam fél órát koncert, vissza a stúdió, vézéshez. Tehát, hogy ugyanabban voltam, hogy ez a, hogy visszavér vérem, de nem a koncertezés érdeke igazából, hanem az alkotás. Viszont abban meg nagyon-nagyon-nagyon bele tudom magam rakni. De hogy a rock and roll-t szerintem megúsztam. Egy nagyon jó barátom egyszer azt mondta, hogy amikor találtak egy csótányt a WC-jük mellett, akkor azt gondolták, hogy hogyan ölik meg, mert akkor a spórái szétmennek, és akkor lesz ebben kis csótányok, és akkor azt fejtették meg, hogyha én ráhugyoznék, az egy dolog lenne, amit tudja, hogy kidögölne az egész család, mert hogy ecet úgy hívnak, vagy ami bennem folyik vér, de hogy tényleg elég jól, tehát én ezt megúsztam, hogy nem, sose vagyok ilyen részeg nagyon, meg ilyen, nem tudom én. Tehát, mert mondjuk, nem hat rád, vagy mert keveset iszol? Nem, hanem szerintem nem engedi a tudatom el a testemet. Tehát, hogy valahogy így az van, hogy így nem engedi meg azt, hogy így eljussak a kontrollálatlan állapotra. Ezért így végtelenségig tudom húzni, és ez még talán még jobb fej is vagyok egy ilyen másfél nap után. Ennél is? Talán. Nesés, meg mit iszol felszólításokra? Ja, igen. Ellen tudsz állni? Igen, meg most is egyébként pont egy, most mi is van, most 2 hónapig nem iszok. De tudatos döntésként, tehát ilyen méregtelenítés? Diéta mellett. Igen, most ez, de az van, hogy ez az addikció szerintem ugyanúgy működik mindenben, ami tiltás is. Tehát, hogy ha mit tudom én, mondjuk nem eszel tésztát, de állandóan azt kívánod, az is lehet izgi, hogy így teljesíted ezt a saját saját magad számára kitalált dolgot. De egyébként azért bebeszippantgatott a rekordot. Beszippantgatott? Akkor persze. Mi volt? Akkor mi történt? Hát ugyanez. Ugyanez, csak nagyobb hévvel. Szerintem, tehát azért én nem álltam távol soha semmit nem tagadtam meg magamtól, amit szerettem volna szerintem. Most arról az időszakról beszélsz, amikor hétvégéről égetted a gyertyát. Ilyenkor mindig más szólt, vagy te magad tudtad azt, hogy ennyi, álljunk meg. Mindig egyedül maradtam a végére, mert mindenki kifulladt közben, és akkor a végén meguntam. Azért van ezeknek, ez egy soknapos menetnek van egy rossz lejövője is. Amikor találkozom, hogy Jézus, mert hasznosabban is elteltett volna ez az idő, vagy nem tudom, nem voltam olyan körültekintő közben a munkában, és akkor ránézek, és azt sem tudom, mit akartam vele csinálni. De egyébként az is nagyon fontos, hogy az előbb szóba jött ez, hogy társ, hogy a társaknak a balanszában ez nagyon jó szempont, amit mondta a férjedni, hogy ő is annyira elhivatott volt abban, amiket csinált, hogy ezeket nem kellett külön venni, de nekem ennél bevillant az, hogy már még elég kis csávó lettem, és mindig az volt, hogy akkor tudtam csak elkezdeni este dolgozni, a csajom fölé volt, és mondta, hogy most lefekszik aludni. És akkor éreztem, hogy ott valami van az érzelmi csatornámon, ami most megnyugodott, és akkor most kinyílhat egy másik világnak, de hogy valahogy mindig volt ez, hogyha ennek nincsen ilyen támogatottsága, akkor könnyen el tud hidegülni egy ilyen helyzet azzal, tudod, hogy te annyira, hogy mit tudom én, a prioritási sorrendben, mit tudom én, a harmadik a csajom. És ezt ugye, mondjuk van olyan nő, aki ezt nem tudja elfogadni, vagy nem tud ezzel így élni, hogy ő mennyi mindent beletesz valamiben, amíg a másik nem. Szóval ez akkor egészséges, hogyha mindenkinek megvan a dolga az életben, amiket a másik tisztel benne. Vagy hogyha kifogsz egy olyat, akinek az az élet célja, hogy neked jó legyen, tehát hogy kiszolgál az. Igen, de az ott meg a vadászösztön, ott a férfi vadászösztön veszik el egy idő után, hogy ő egy ilyen kiszolgáló. Most például a csajom kitalálta, hogy szerzett valami 2 zingert, ott beregtetett nálunk. Kettőn párhuzamosan, kétkezest van. Az egyik, nem tudom, ezek szerint. És azt nézem, hogy kurvára jó ötletei vannak, és így eddig erről nem is volt szó. És mondta, hogy ja, persze, ezt mindig csinálta, csak most így elhagyagott az elmúlt pár évben. Engem meg nem látott dolgozni, mert 3 évig udvaroltam, vagy 2. És akkor... Már
Neki? Aha. Három évig? Hát legalábbis inkább azzal foglalkoztam, vagy nem, kicsit nem elengedtem a kezem közül a fontos teendőket, és akkor így valahogy így ezzel így ilyen furcsa egyik napról a másikra, hogy arra ébredünk, hogy én egy munkamániás vagyok, ő meg tök jó van. De azt példaként mondtad, hogy a prioritási sorrendben ő a harmadik? Amikor azt hiszem, hogy igen. De még talán még odébb is volt, de aztán föltodrázta magát. Hát mindig a munkán belül van egy-két dolog, amiben valami nagyot kell lépni. Mindig van egy heti kihívás, ami mindennél fontosabb. És akkor így meg hát organizálni a csapatot, nem tudom, és akkor valahogy így van, és akkor a magánéletem. Igen, a gyerek, ahogy bekerült a képbe. A kicsi. Igen, a kicsi, hogy egyből leelőzte a csajomat, és hogy, de hogy ugyanakkor meg ott bekerült egy olyan aspektus, ami az, hogy életben maradjak, amíg az érettségie meg lesz. És hogy ez így magamra nézve megváltozott. Ameddig a diplomája meg lesz, bocsánat. Igen, a diplomája? Igen. Jó, azért az érettségre érettségizünk le, az biztos. És hogy na, hogy annál a pontnál érzem azt, hogy így megváltoztak ezek a prioritások, mert hogy most ki kell mondanom hangosan, hogy most már a motivációs erőben a legfontosabb dolog talán az, hogy így már nem magamról szól ez az élet, hanem róla. A és valamikor magadra is szólsz, és azt mondod, hogy hello, ezt már nem csinálom meg, nekem van igen, egy picit. Igen. Valahogy érzem azt, hogy valahogy így a magamat elszégyelem azzal, hogy így nem veszek figyelembe perceket, órákat, amit mondjuk tévénézéssel töltök, vagy nem tudom, és hogy ezeket észreveszem, és pedig azért, hogy a kényelem az talán még a mindenek fölött az első lehet, hogy így minden legyen kényelmes. Igen? Az első? Igen. Önző attitűd egy picit, nem? Igen, de kell, hogy önzőnek legyen, hogy kényelmes is legyen. Mármint, hogy csak így működik. Most belegondolok ilyenbe, hogy például, hogyha egy Ryanair gépre föl kell szállni, és már előre tudom, hogy a nyakamban van a lábam, és ezért nem tudom én, hogy így már így előre, már csak azért nem utazok el, mert hogy ezeknek a körülménye idegesít, hogy nem akarok ott cipekedni, meg 30-szor becsekkolni, meg összeülni. Most ezért mondsz ilyeneket, amikor már másfél éve nem szálltál semmire föl. Hát igen. A szerelem vonatra szálltam. Annál meg mi jobb? Figyelj, én belenéztem a Wikipédiába, és azt néztem, hogy a Tájcsis Mihály díjat visszaadtad. Visszaért. Azt miért? Ez nagyon érdekes. Megkérdezted volna? Nem, kérdez. Én tudom a választ, de mondd. Ez nem kérdés, politikai műsor. Azért adtam vissza, mert hogy egy olyan külpolitikai újságíró kapta, aki hát ilyen megbocsáthatatlan eszméket futtatott, aha, de nyilvánosan. Tehát, hogy az, hogy ő belülről, mit nem is életemben nem beszéltem én azzal az emberrel, tehát személy szerint nem ismertem és nem érdekel, de amit képviselt, az vállalhatatlan, aha, volt, és erre kapta a Táncsics díjat. De most már azt hiszem, azóta legalább az összes díjamat vissza kellett volna adni. Pedig szépen, van pár díjad. Mert hogy olyanok kaptak mindenféle díjakat, hogy le lehetett volna a polcot pucolni. Úgyhogy inkább mindegy. Ugye azt nyilatkozta most pár héttel ezelőtt Friderikus Sándor, hogy neki Rangos Katalin kvázi az életvezetési tanácsadója. Tudom, hogy csak azért hívtál fel, hogy a Friderikus, olvastad, hogy a Friderikus szemében egy komoly ember vagyok, de ez már így van 40 éve. Esküszöm, hogy nem így van, bármire meg esküszöm. Hogy az jutott eszembe, és most így olvasgattam, meg kérdezősködtem is rólad, és azt mondják, hogy te mindent úgy nagyjából egészében a helyi értékén tudsz kezelni, úgy, hogy más pedig elkezd rajta sopánkodni. Tehát egy mondattal tudsz embereket nagyon tisztán és nagyon pontos látképhez segíteni. Ez hogy kell elképzelni? Vagy hogy néz ki egy ilyen, nem tudom, mekkora pacientúrád? Azzal kezdtük, hogy én egy tapintatlan és egy ilyen pacekba mondós alkat vagyok, miközben nagyon szeretnék nem az lenni, tehát, hogy az önképem nem ez, hanem az, hogy én egy helyes kedvelni való tapintatos vagyok, de a valóság az, hogy elég kategorikusan fogalmazok, feltehetőleg. Ez a fajta életvezetési tanácsadás, hogy ilyen bölcsként tekintenek rád, ez hogy nézhet ki? Tehát fölhívnak téged barátaid, barátnőid, na, itt meg tudok. Ezt a sört, itt meg aztán menj haza, mert ennek sem értelme nem lesz. Körülbelül így vagy pedig az ezené. Szofisztikáltam. Ilyesmiket azért nem mondok. Ja, mikrofon előtt soha, de hogy nagyon könnyen bánok az emberekkel, biztos ti is, mert mindegyikünknek egyforma a szakmánk. És nagyon sokszor kerültem olyan helyzetbe, hogy mindenféle
egyéb ügyükkel is megkerestek engem, nem csak az aktuális munkakapcsolatunkkal. Tehát, hogy magyarul könnyedén beszélnek nekem emberek a magánéletükről, én meg könnyedén mondok ítéletet gátlásszaladul, amit most már próbálok nem csinálni, de tetszik, nem tetszik neked, és mindjárt megmondom, hogy mit csináljál az olasz gyerekeddel. Tehát, hogy ez engem nem azt mondom, hogy szórakoztat, hanem ez te tudod a megoldást? Máténak, hogy kéne... Nem mondod el? Nem mondom el, és egyébként meg nem tudom a megoldást, azt, hogy én mit csinálnék. Ezt mondd, és te azt mit meg csinálnál? Sokszor mondanám. De figyelj, ne terápiázzunk már mikrofon előtt. Mikrofon kívül mondja el? Megbeszéljük majd. Na, jó, utána kín. Megbeszéljük. Ő beül a mérdezbe, én a d***ba, és előtte elcsattal a mondat. 10 éves. Vagy az unokám is egyébként. Igen, de az én enyém meg 20 és d***. Hát figyelj, de egy kicsit öregebb vagyok. Igen, sok munka. Meg nekem autós újságíró a gyerekem. Én nagyon-nagyon jól éreztem magam, és akkor most meg kikapcsoljuk a mikrofonokat, és Rangos Katalin elmondja. Nagyon szépen köszönjük a meghívást Máténak. Járna köszönöm. Neked tulajdonképpen ez a negró, de a Máténak adom inkább. Köszönöm szépen. Ő érdemli. Nagyon szépen köszönöm.